Köszöntöm a Külcsei Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyen megszokhatták a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményével foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. Vereséggel kezdte Baján a szezont a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks. Hét testnevelő tanár vetett át elismerést a megyei közgyűlésen. Nyíregyházán is csatlakoztak az Egyetemi Sport Nemzetközi Napjához. Az első négy hely valamelyikét célozza meg a Sunshine-ig se. A Continental Arénában rendezik az Aerobik Magyar Kupa harmadik fordulóját. Nem csak elitképzés, 300 fiatal futballozik a Filóese színeiben. Vereséggel kezdte a szezont a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks. A két cápák az újonc Baja otthonában kaptak ki 73-66-ra. Azt gondolom, hogy nagyon váratlan vereség volt. Alapvetően a felkészülésünk nem sikerült rosszul, és a felkészülési mérkőzések során sok meccset tudtunk megnyerni, de hát ezek nem számítanak, a bajnokság a lényeg. Nem tudom pontosan az okát, hogy miért játszottunk ilyen enerváltan, de tény, hogy a csapat az első fél időben sokkal lassabban játszott, mint ahogyan azt szokta. Nem használtuk ki azokat a helyzeteket, amiket kellett volna, illetve a saját előnyeinket nem fordítottuk arra, hogy ez az eredményben is megmutatkozzon. Aztán a második fél időben már egy kicsit összekaptuk magunkat, és már sokkal fegyelmezettebben, sokkal energikusabban játszottunk, de amikor már egy csapat lendületbe jön, akkor már nagyon nehéz megállítani őket, és azokban a kulcs szituációkban, amikor a második fél időben átvettük a vezetést, nem tudtuk megoldani sajnos azt, hogy még több vagy még nagyobb előnyt harcoljunk ki, az egy-két pontos előny nagynak nem nevezhető, és ilyenkor hiába szereztünk labdát, elrontottuk az indításokat, ebből visszakaptunk kosarakat, és nem tudtuk a magunk javára fordítani ezt a találkozót. Úgy gondolom, hogy nagyon sokat kell tanulni ebből. Baján egy jó hangulat várt minket, természetesen ők fel voltak spanolva arra, hogy az első mérkőzésüket játsszák sok év után újra az első osztályban, de ez nem lehet indok arra, hogy mi nem tudunk megnyerni egy ilyen meccset. Nekünk idegenben mérkőzéseket és fontos mérkőzéseket kell nyerni, úgyhogy nagyon gyorsan túl kell jutni ezen, és nagyon gyorsan meg kell találni azt, hogy hogyan is tudjuk megoldani az idegenbeli győzelmeket. Azóta egy hazai győzelme, HEP kupa sikeren túl van a csapat, gondolom itt elvárás volt a győzelme, egyrészt a HEP kupás múlt miatt, másrészt pedig azért a Debrecen U23-as csapatta ellen mindenképp kötelező volt győzni, legalább önbizalom növelő neki az a siker. Ez nem kérdés, hogy mindenképpen győzni kellett. Egy picit természetesen segített abban, hogy a csapatjátékosai kijöjjenek abból, hogy az önbizalmunk egy picit megtépázódott, de akkor is haladnunk kell, azért tudjuk, hogy a Debrecen U23-nak milyen játékereje van. Próbáltak ők, meg küzdöttek, de úgy gondolom, hogy azért ez egyértelmű, hogy nekünk jobbnak kellett lennünk. Az igazi értékmérő majd a Vasas elleni találkozó lesz szombaton. Vasas ellen sem lehet könnyű meccsre számítani, kétszer játszott vele a csapat a felkészülés alatt. Egy nagyon agresszív kosárlabdát játszó ellenféről van szó, amely ellen nehezebb játszani, mint egy játszó csapat ellen. Igen, így van, nagyon agresszívek, és ráadásul a védekezésük is egy picit rendhagyó, hiszen minden pick and roll-t el fognak váltani, és próbálják a gyűrű alá, a trapézon belülre összpontosítani a védekezésüket. Éppen ezért nekünk meg kell találni azt, hogy a külső és a belső pontjainkat, vagy külső és belső támadásunkat próbáljuk meg megfelelő egyensúlyban játszani, és természetesen ehhez az kell, hogy betaláljunk kintről is, mert ha nem, akkor mindenki tud a palánk alatt védekezni, és akkor nagyon nehéz dolgunk lesz. De hát ez nem kérdés, nekünk nyernünk kell a Vasasnál is. Egy ilyen agresszív játék stílusára lehet-e külön készülni, hiszen a játékvezetők megfújják az első 3-4 fautot, aztán utána már kevésbé fújják, meg mindig az a csapat jár jobban, amelyik ezt a játékmódot alkalmazza. Mindenképpen lehet készülni, és ki is kell vennünk a repertoárunkból. Sajnos kezdünk, és nem megbántani akarom azokat, akiket most említeni fogok, de lassan kezdünk olyanok lenni, mint a teniszezők, akik jó nagyokat nyögnek, amikor ütnek egyet. Nem nyögdécselni kell a palánk alatt, hanem falttal együtt erőszakosan befejezni, és meg kell tanulnunk nem csak szépen játszani, hanem erőszakosan is játszani, és nem lehet az indok, hogy agresszív volt az ellenfél, és éppen ezért nem tudtuk megjátszani azokat a játékainkat, amiket mi szeretnénk, vagy nem tudjuk kialakítani azokat a helyzeteket, amiket mi akarunk. Meg kell, hogy oldjuk egy agresszív védekezés ellen, hiszen egy bajnokságban sok csapattal találkozunk, sokféle játékstílussal, és minden ellen fel kell, hogy tudjunk készülni. Hét testnevelővel tett át elismerést a megyei közgyűlésen. A pedagógusokat, az utánpótlás nevelés és a tehetséggondozás terén elért eredményeiekért díjazták Tuzséron.
2014-ben kötött együttműködési megállapodást a Magyar Diáksport Szövetség a megyei önkormányzattal azzal a céllal, hogy a korábbinál is hatékonyabbá tegyék az iskolákban végzett szakmai munkát. Ez az együttműködés országos szinten is egyedülállónak számít. Az elmúlt tanévben 16 arany, 13 ezüst és 14 bronzérmet szereztek a megyebeli sportolók az országos döntőkben. A Tuzséron megtartott közgyűlésen 7 testnevelő vehetett át elismerést a tehetséggondozás utánpótlás nevelés területén végzett kiemelkedő munkájáért. Ezek a pedagógusok különböző versenyekre és a diákolimpiákra is felkészítik a diákokat. Évről évre körülbelül 160 ezer diák indul el a diákolimpia különböző versenyszámaiban, több mint 50 különböző sportágban, és ha területi megoszlásban nézzük, akkor azt látjuk, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megye ott van a sportos megyék között. Csak a tavalyi tanévben közel 15 ezer nevezést regisztráltunk ebből a megyéből, ami a megyék között az országos élbolyba emeli Szabolcs megyét. És ha már ott vannak a megye diáksportolói ezeken a versenyeken, általában nem is térnek haza üres kézzel. Mondhatom ezt, hiszen a tavalyi tanév statisztikái alapján azt mondhatjuk, hogy az eredményességi pontversenyben Szabolcs-Szatmár-Bereg megye a maga 18 diákolimpiai bajnokával és számos egyéb fényes érmével az előkelő 6. helyen végzett a megyék országos összesítésében. Mind az általános iskolák, mind a középiskolák mezőnyében volt szabolcsi iskola, a tavalyi tanévben az ország legeredményesebb 10 iskolája között. Az általános iskolák között a Nyíregyházi Arany János Gimnázium általános iskola és kollégium, a középiskolák között pedig a Nyíregyházi Vasvári Pál Gimnázium szerepelt a legjobban a helyiek közül. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy most hogy a Magyar Diáksport Szövetség részéről olyan elismeréseket kaptunk itt szóba is, és éven minden évben megkapjuk, nem csak ezért, hanem az elvégzett munkáért is, amelyre azt hiszem, hogy nyugodtan lehetünk büszkék, és úgy gondolom, hogy ez is egy olyan lehetőség arra, hogy ezeken a testnevelőkön keresztül, akik a díjazásban részesülnek és az elismeréseket megkapják, minden egyes testnevelőnek is tudjunk üzenni, hogy igenis figyeljük a munkájukat, és nagyon büszkék vagyunk arra a teljesítményre, amelyet Szabolcs-Szatmár-Bereg megye sportéletéért végeznek. A közgyűlésen tehetséggondozás utánpótlás nevelés kitüntetést vett át Rácné Cserés Erzsébet, a Nyíregyházi Bem József általános iskola, Kovács Tibor, a Nyíregyházi Krudi Gyula gimnázium, Szavics Bernadett, a Nyíregyházi Bem József általános iskola, Máté Tiborné, a Fehér Gyarmati Kölcsei Ferenc Református általános iskola, Kuruc Miklós, a Nyíregyházi Sólya Miklós görögkatolikus óvoda és általános iskola, Kósa György, a pátrohai Móricz Zsigmond általános iskola, és Halász Levente, a Nyíregyházi Arany János Gimnázium általános iskola és kollégium testnevelő tanára. Ismét csatlakozott a Nyíregyházi Egyetem az Egyetemi Sport Nemzetközi Napjához. A résztvevő hallgatók 15 sportágban próbálhatták ki magukat. Én azt gondolom, hogy sokkal népszerűbb volt, mint a tavalyi évben. Reggel egy ébresztő aerobikkal kezdtünk, ahol nagyon sok hallgató volt, tele volt az atlétika csarnokunk, és azt látjuk a hallgatókon, hogy immár ugye hagyományteremtő szándékkal rendeztük, és a tavalyi évhez hasonlóan minden helyszínen, 15 programmal készültünk, minden helyszínen vannak hallgatóink, tehát elég sokan jelentkeztek. Egyébként mennyire sportosak a Nyíregyházi Egyetem hallgatói? Sportosak, tehát fiatalok, és akinek a szemlélete olyan, azok nem csak a kötelező testnevelés órán vesznek részt, hanem saját szándékukból is elmennek sportolni. Mennyien választják, érezzének azt, hogy esetleg testnevelő tanárok, edzők, sporttal foglalkozó szakemberek legyenek? Egyik húzó szakja most a Nyíregyházi Egyetemnek a testnevelés, úgyhogy azt úgy gondolom, hogy jelentkeznek, vannak hallgatóink. Mondhatnám azt, hogy életcél is lehet, de nagyon sok sportoló van a városban, akik tulajdonképpen hozzánk jönnek egyetemre, és mint egy kettős karrier sportolnak a város sport szakágaiban, és nálunk tanulnak. Annak is sportoló hallgatói is az egyetemnek, mivel tudja őket támogatni az intézmény abban, hogy minél sikeresebbek legyenek, gondolok itt könnyített vizsgarendre vagy hasonlókra? Igen, a tanulmány és vizsgaszabályzatunk szabályozza, hogy azok a sportolóink, akik országos bajnokságban vagy nemzetközi szinten elismertek válogatott kerettagok, ők egyéni tanrendben részesülnek, ami azt jelenti, hogy meghaladhatják azt a megadott hiányzást, amit egyébként
a többi hallgató megkaphat. Említve a mai sportnak sikerét, akkor alig a kérdéses, hogy lesz folytatás. Mindenképpen, igen, tehát tavaly már úgy rendeztük, hogy ennek lesz egy hagyománya, úgyhogy minden évben igyekszünk megrendezni, minél több hallgató bevonásával. 9 csapattal október 21-én rajtol a regionális futsal bajnokság a keleti csoportban. Az alacsonyabb osztályokban már korábban elkezdődik a bajnokság. A regionális MB3-as keleti csoportnak a szervezését már folyamatosan a megyén kapta meg, már 3. éve, mióta van az MB3-as bajnokság, így ismét mi koordináljuk. Október 21-én indulnak a felnőttek, méghozzá most csak 9 együttessel, 2 Hajdú, 2 Borsod megyei, mellett 5 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei együttes nevezetbe. Az elmúlt években ugye azért jól szerepeltek a megyei csapataink, illetve az ebből a bajnokságban szereplő csapatok közül többen is már az MB2-ben szerepelnek, például a tavalyi első és második helyzet csapat egyaránt már az MB2-ben méreteti meg magát. Bízunk benne, hogy most ebben az évben lesz olyan szabolcsi csapat is, aki odaér és esetleg a következő évben tud csatlakozni a Nyírbátor és a Csenger futszához, és tud komolyabb szinten játszani, vagy akár majd egy pár év múlva a Nyírgyula MB1-es csapatához is. Ez a 9 csapat mennyire tekinthető, ha a más régékat nézzük, megfelelőnek? Többre számítottatok? Többre számítottunk természetesen, hiszen 11-12-13 szokott lenni az elmúlt években. Ennek ellenére ugye a központot, tehát Budapest, Pest megyét kivéve a vidékieknél ez egy nagyon jó szám, sőt volt olyan vidéki megye és olyan régió, amely végül el se tudott indulni, olyan kevés csapat nevezett, úgyhogy nincs miért szégyenkezni, de ennek ellenére azt hittük, hogy egy picit több, ilyen 11-12 csapat fog majd nevezni. Korosztályos futsalbajnokságok? A legmagasabb szinten a fiúknál a 17 és a 20, ez is évek óta már bajnoki rendszerben működik nálunk, és most minden eddiginél több csapat nevezett, mind az U17-ben, mind pedig az U20-ban 22-22 együttes fog majd megmérkőzni egymással, ők október 14-én rajtolnak. Itt azért fontos azt kiemelni, hogy több csapat ugye egy csarnokban játszik, hiszen tudjuk azt jó, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyének olyan adottságai vannak, olyan infrastruktúrális adottságai, hogy azért nincs 20-22 olyan csarnokunk, ahol futsalmérkőzés lehet rendezni, úgyhogy adott esetben van olyan csarnok, ahol például 4 csapat, de több csarnokban 3 csapat is játsza a hazai mérkőzéseit, így értelemszerűen a mérkőzés napok is teljesen szétszórtak lesznek, hiszen eredetileg ugyan a csütörtöki játéknapot tűztük ki, de lesznek mérkőzések hétfőn, szerdán, pénteken és akár kedden is. Bízunk benne, hogy le fog menni minden bonyodalom nélkül, március közepére, végére végeznek majd a csapatok. A felnőtteknél is, és az a 17-20-nál is. A kisebb korosztályt illetően pedig, ahogy az elmúlt években eddig is, az U11-13-nak tornarendszerű bajnokságot fogunk, illetve tornarendszerű pontvadászatot fogunk majd szervezni, ez télen lesz, a téli holt időszakban. Az U15-nél pedig még nem tudjuk, hogy torna vagy bajnoki rendszer, ez a csapatokon múlik, tehát ha be tudják vállalni azt, hogy bajnoki rendszerben minden héten utaznak, mennek egy-egy mérkőzésre, akkor mi nyitottak vagyunk, és bajnoki rendszerben megszervezzük, ha nem tudják bevállalni, akkor maradott is a tornarendszer. Ami a lányokat illeti, ott ugyanúgy, ahogy az elmúlt két évben U15 és U19-ben fogjuk kiírni a futszát, oda még lehet nevezni, egyelőre mi nem tudjuk, hogy hány csapat fog részt venni, bízunk benne, hogy ott is szép számmal tudunk majd együtteseknek versenyeztetési lehetőséget biztosítani. Átalakult kerettel várja a szezont a Sunshine Nyikse. A Kovács Tibor által irányított együttes az első 4 hely valamelyikét célozza meg az MB2 keleti csoportjában. Meghatározó játékosunk és szakmai segítőnk Bráne Szavics a munkai elfoglaltságok miatt ebben az évben már nem tudta vállalni a játékot. Részben a minőség rovására is ment, én azt gondolom, de menet közben olyan új játékosok kapcsolódtak be a csapatba, akiknek már MB1-es, akár MB1-ás, illetve MB1-B-s múltjuk is van. Tapasztalt játékosok is maximális erősítés jelentenek a számunkra. Ha csak két nevet mondhatok, Kósa Tamás, aki az elmúlt szezonban Debrecenben volt, de az előtti években Nyíregyháza MB1-es csapatában szerepelt, illetve Olász Zoli, aki hosszú évekig a Blue Sharks csapatában játszott. Most a mi csapatunkat erősítik mind a ketten, és velük azért jóval megerősödött a csapatunk. Ezek az igazolások át is írták a célokat? A realitás alján maradva hallottuk több helyről, hogy a mezőnyünkben egy-két csapat komolyabb terveket szöveget, olyan igazolásaik vannak ilyen szinten, akik merész elképzelésekre adnak okot és erősítették a csapatukat. Első két-három fordulóban tisztában látunk. Az alapcél a finom megfogalmazás, jussunk a 4 közé, de az én elvárásom és azt gondolom a csapaté is, hogy az első kettőben legyünk, ami a rájátszásba rajogosít, és a feljutásra esélyes csapatok közé sorolnak bennünket így.
már még a bajnokság előtt leszünk, de erőfelmérlek mindenképp jó lesz a NB1-ben is Eger elleni hetkupa mérkőzés. Igen, két évvel ezelőtti felkészülésünk során értünk el egy olyan szintre, ahol a csapat morálisan is, és én azt gondolom felkészültségben is elért egy olyan szintet. Akkor az Egert, illetve a Debrecennek az NB1-s csapatait vertük meg, és 3 ponttal kaptunk ki az akkori erős Vasastól. Én most látok megint egy olyan fajta irányvonalat, hogy az előfelmérő Tiszaújváros elleni meccsünket alapul véve talán már vagyunk olyan szinten, hogy bátran tervezhetünk, hogy partiban lehetünk egy NB1-s csapattal, és hazai pályán természetesen a győzelem a cél, és bízunk benne egy jó útvonalon indulunk el. Mikor és ki ellen lesz az első bajnoki meccs? Ez a kupa meccs október 4-én pénteken lesz, és egy hétre rá, 11-én debreceni BKG Prima ellen kezdjük a bajnokságot. Tavasszal nagyszabású toborzásba kezdhetek a nyíregyházi iskolákban. Mi a végeredmény? Most már lassan indulnak a bajnokságok. Hány csapat, hány gyerek készül most a Nyíregyháza színeiben? Igen, tavasszal áprilisban egy klasszikus toborzó munkát végeztünk. A 3 bázis iskolánkban, a Petőfi, a Móra és a Kazinci iskolákban testnésórákat tartottunk, és kiválasztottuk a gyerekeket. Nagy létszámba eljöttek, hát több mint 200-an. Beosztottuk őket csapatba, hát még voltak teremgondok, mert kevés volt még a terem, tehát volt, hogy 40 gyerek is volt egy edzésen, de most ősszel ez is megoldódott, több teremidőt kaptunk, és most már korosztályok szerint és nemek szerint is külön tudtuk a gyerekeket válogatni. 18 utánpótlás csapatot indítottunk el a bajnokságba, fiúkat és lányokat is. A bajnokságok folyamatosan fognak kezdődni, és úgy érezzük, hogy ezek a gyerekek megmaradnak. Ugye a gyerekek nagy része kezdő, milyen esély van arra, hogy kinőjenek közülük olyan játékosok, akik esetleg feljebb léphetnek? Sok csapatot építettem már, most már látom, hogy nagyon sok ügyes gyerek van. Mivel egy korosztályban több csapattal is indulunk, tehát megvan az a lehetőség, hogy a nagyon ügyes gyerekeket, esetleg akik már valamilyen módon kapcsolódtak a kosárlabdába, az első számú csapatba versenyeztessük, de nagyon fontos dolognak tartom, hogy minden gyerek lehetőséget kapjon a sportolásra, tehát nálunk a kevésbé ügyes gyerek is el lesz indítva a bajnokságba, és a szolga majd el fogja dönteni, hogy ki hova juthat. Megvan-e a megfelelő szakembergárda ezekhez a gyerekekhez? Igen, hát itt voltak már előttem is fiatal edzők, illetve Kovács Tibor edző kollégámmal folyamatosan tanítgatjuk őket, és különböző módon összedolgozunk. Természetesen mindig kell edző, jó edző, lelkes edző. Ezen vagyok, hogy próbáljuk még bekapcsolni játékosainkat is, illetve a meglévő edzőket is képezni. A hétvégén Nyíregyháza lesz az aerobik fővárosa. A Continental Arénában 24 egyesület 332 csapata mutatja be gyakorlatait. A aerobik Magyar Kupa 3. fordulóját fogjuk megrendezni szombaton és vasárnap. Nyíregyházával és Magyar Tornaszövetség aerobik szakágával karöltve. Ezen a rendezvényen 24 egyesület és 234 csapat fog indulni. Itt a cél az, hogy bejussanak az egységek a döntőbe. Milyen kategóriákban versenyeznek majd a részvevők? Több kategóriában, két részre van osztva. A szombati napon főleg az amatőr része zajlik, hiszen van egy nagyon fontos bázis, akikből kikerülnek majd a nemzetközi versenyzők és a profik. Szombaton challenge, step és basic kategóriában, vasárnap pedig sportaerobik, step, aerodance. Viszonylag fiatal sportágról van szó. Mi az, amivel lehet ajánlani a nézőknek, érdeklődőknek? Itt lesz az egész mezőnynek, az aerobik magyar mezőnynek a krémje. Nagyon érdekes és nagyon látványos ez a sport. Plusz én még azt is hozzá tudom tenni, hogy nagyon népszerű is Nyíregyházán, hiszen immár két egyesület is működik, és így nagyon sok nyíregyházi versenyző is és érdeklődő, illetve most beiratkozó gyermek is üzít. Szeretnénk, hogyha még tovább tudnánk ezt a sportágat népszerűsíteni. Zenére végzik ezt a gyerekek, és én azt gondolom, hogy elfér a biztatás, szeretnének bent lenni a döntőbe, úgyhogy nagyon-nagyon várjuk a nyíregyháziakat, és szeretnénk, hogyha minél többen kijönnének. Szombaton mikor kezdődik a verseny, és vasárnap a tervek szerint mikor fejeződik be? Szombaton 10 órakor kezdődik, és körülbelül 6 óráig lesz a verseny. Szeretném itt megjegyezni, hogy Gucogi György, tornász, olimpiai bronzérmes, illetve
illetve háromszoros Európa bajnok és válogatott tornász is támogat minket. Ő a versenynek a fővédnöke, ő is itt lesz, érmeket fog átadni, illetve olyan tornászok is, aerobikosok is láthatók majd is fognak versenyezni vasárnap, akik a világ élmezőnyében versenyeznek, és szerintem egy nagyon látványos gyakorlatokat fognak bemutatni. Megszerezte második bajnoki győzelmét a Nyíregyházi Teke Klub együttese. Az NTK a Szuperliga 5. fordulójában lejátszott mérkőzésen 7-1-re verte a Kaposvár csapatát. Mindenképpen egy nagyon nehéz mérkőzésre számítottunk, ugyanis korábbi években folyamatosan óriási csatákat vívtunk, akár Kaposváron, akár Nyíregyházán, a Kaposvár ellen, és rendre alul maradtunk, és ezt szerettük volna ezt a rossz sorozatot megszakítani. Ez nagyon kellett, hogy az elsősorban Magyarorsi Péter, illetve a Fehér Béla is közel 600 fás eredményt produkálva megszerezze maga biztosan a csapatpontot, és jócskán szereztünk még csapatfát is. A középső sorban a Kedezsőnek annyira nem ment a játék, míg az ellenfel az fantasztikusan elkapta a pályát, de emellett a Svéjár Tamás 2-2-es szett aránya, de behúzta a nagyon fontos csapatpontot, így az zárósorra közel 40 fával léphettünk dobóállásba a Kastora Zsoltival, ahol még az első 30-ba óriásit zárkóztak a vendégek, azonban a másik 30-as szériába a Zsolt is és én is fantasztikus bombát robbantottunk, és ezzel megnyugtató előnyre tettünk szert, és azt lehet mondani, a végét már csak le kellett játszani, és a Kastora Zsoltinak is csupán 4 fával, de meglett a csapatpontja, jó magamnak meg abszolút magabiztosan meglett a csapatpontunk, és így alakulhatott ki, hogy 7-1 arányú győzelmet arattunk, és ami a csapatfánkat illeti, 3395 fát értünk el, úgyhogy végre megint ott vagyunk a 3400 körüli csapatfán, ami mindenképpen biztató lehet a jövőre nézve, főleg úgy, hogy még azért van bennünk egy kis tartalék. Ugye ne felejtsük el, hogy a Zalaegerszeg és a Szeged is pályacsúcsot dobott, ez azt jelenti, hogy nagyon jó pálya. A pályánk nem változott, a pályánk folyamatosan azt lehet mondani, hogy fejlődünk, próbáljuk úgy kezelni a pályát, mivel saját magunknak kell takarítani természetesen, hogy tiszta pályát kapjanak a vendégeink, hogy mindenképpen szívesen jöjjenek Nyíregyházára. Mindenképpen azt látjuk, hogy meg kell tanulni tekézni, van rá lehetőség, a vendégektől lehet tanulni, itt gondolok a nagy csapatokra, Lépcselek, Zalaegerszeg, Szegedre, úgyhogy mindenképpen azt lehet mondani, hogy egy jó pályánk van, és mindenképpen óvni szeretnénk ezt a pályát, hogy hosszú évekig még itt játszhassunk. Mekkora megnyugvást ad a jövőre nézve az, hogy már van két győzelmetek? Hát ez mindenképpen, azt lehet mondani, hogy ez egy bekalkulált győzelem volt, bár nem volt annyira egyszerű nyilvánvaló ez a mérkőzés, de mivel ez volt az első hazai győzelmünk, így tényleg most már nyugodtan tudunk játszani, ott vagyunk a tabellán, stabilan a középmezőnybe, és innentől kezdve már csak a pluszfákat kell még hozzátennünk az egyes szériáinkhoz, és mindenképpen a 3450 fa felé kell mennünk ahhoz, hogy a hátralévő hazai mérkőzéseinket, leszámítva még a Fradit, illetve a Népszalak elleni nagy csatát majd, azokat a meccseket azokkal a fákkal be tudjuk majd húzni, és akkor tényleg egy stabil felső középmezőnyben lehet majd posztolni a bajnokság végére. Ezt várjuk magunktól, a csapat képes rá, mint látjuk, úgyhogy tényleg magabiztosan kell most már a hazai mérkőzéseinket innentől kezdve folytatni és győzni. A csapat nevezett a Magyar Kupába, erre korábban nem volt példa, minek köszönhető most ez a döntés. Cseszle Sándor klubelnökünk úgy döntött, hogy most végre valahára induljunk el, méretessük meg magunkat. Nyilván itt azért a Szuperliga meghatározó csapatai mind elindulnak majd. Nagyon nehéz bekerülni a négyes döntőbe. Itt a régiók, illetve azt lehet mondani, hogy a Dunántúli csapatok fognak majd folyamatosan felmenő rendszerben összekerülni. Nehéz lehetőség lesz majd ez, de mindenképpen, hogyha oda kerülnénk, akkor ott egy olyan lehetőség van, hogyha jól szereplünk, akkor a nemzetközi kupa mérkőzésekre ki lehet jutni az NBC kupára, ami a Cseszei Sándor klubelnökünknek egy óriási nagy álma, és majdnem azt mondom, hogy ezzel az első lépést meg is tettük, hogy végre neveztünk, és mindenképpen megmérettetjük majd magunkat ebben, és ez azért is fontos, mert november végén lesz a leállás, a téli leállásunk, és akkor lesznek ezek a mérkőzések, és mindenképpen egy jó átmozgató edzésnek is fel lehet majd fogni ezeket a találkozókat, úgyhogy szerencsére folyamatosan edzésben maradunk majd arra az időszakra nézve is. A hétvégén nem lesz forduló, mire tudjátok ki aztán ezt a kis szünetet? Most éppen a hétvégén, a pénteki napon egy óriás cégek tekepárbaját fogjuk megrendezni itt a csarnokban, ez már 9. alkalommal, látjuk szeretettel a
kisebb-nagyobb szponzorainkat, illetve Nyíregyházi Úriász cégének a vezetőit. Most erre a rendezvényre készülünk, azt követő héten viszont mindenképpen a kazincbarcikai kirándulásunkra fogunk fókuszálni, fel kell készülnünk egy nagyon necces mérkőzésre, bárhova forrulhatott Kazincbarcikán a fa, de úgy gondolom, hogy egy ilyen jó ómennel, hogy Győrben sikerült győznünk, most hazai pályán is maga biztosan sikerült győznünk, mindenképpen arra van kilátásunk, hogy igenis van esélyünk az Kazincbarcikán, és szeretnénk tovább gyarapítani majd ott a pontjainkat. 15 edző irányításával 300 fiatal futballozik a Filó Ese színeiben. Az egyesületnél nem csak a minőségi képzésre helyezik a hangsúlyt, hanem a kevésbé tehetségesek is üzhetik a sportágat. 10-15 gyerekkel kezdtük az utánpótlás nevelést egy úgymond kósza ötletből, és mai nap 300 fővel tudunk dolgozni, ugye ez 15 edző kell, kapusedző, technikai vezető, tehát állítottunk arra a szintre, hogy 300 gyermeket tudunk egy időben versenyeztetni, illetve edzetni. Ha a területet nézzük, milyen területekről lehet mondani, hogy merítetek? Nyíregyháza és hozzászövetséről beszélünk. Nagyon sok egyesület van természetesen, akár Nyíregyházán is, még rajtunk kívül is, illetve minden kisvárosban, faluban van. Mi Nyíregyházán igyekeztünk nagyon sok gyereket beintegrálni. Két része is van az egyesületünknek, van az úgymond versenysport része. Azok a gyermekek, akik tehetségesek, akkor azok olyan versenyeztetést kapjanak, illetve van a tömegsport része, ez a grassroots része, az pedig az edzésekbe és a saját szintjüknek megfelelően versenyeztetni, és ehhez kerestünk mi olyan embereket, illetve egyesületeket Nyíregyházán kívül, ahol szintén a tehetséges gyerekek ambíciót éreznek magukba, hogy magasabb szinten is kipróbálhatják magukat, hiszen nekünk az U14, U15 MB2-be szerepel, U17, U19 pedig MB3-ba, ezen kívül ugye a megyei bajnokságokban U16-14-be szereplünk, illetve számos tornán veszünk részt 13 év alatt is az országban, illetve az országhatáron túl is. Említetted, hogy 300 gyerekkel foglalkoztok. Milyen létszámú a szakmai stáb? Szakmai stáb jelenleg 15 edzőből áll. A kisebb korosztályoknál igyekeztünk segédedzőket is biztosítani. Ezt úgy oldottuk meg, hiszen azért szakember hiány van ebben a szektorban is, hogy az U19-es játékosok, a kiöregedett, illetve jelenleg U19-es játékosok, akik ambíciót éreznek magukba kipróbálni az edzői szakmát is, őket oda vettük magunkhoz, és ők a kisebb korosztályoknál ugye be tudják mutatni, tudják érzékeltetni, mert ezek a kicsik, ezek az agyuk, mint a szivacs, úgymond utánzás után tanulnak, és legyen megmutatva nekik, és ezek közül már ketten felvételt is nyertek idén az MLS Grassroots C edzői képzésbe. Hál' Istennek, tehát ők tovább is szeretnék ezt folytatni a labdarúgás mellett. Van egy technikai vezetőnk, a Karacs Gusztáv, aki ugye minden papírmunkát, utazást, nem könnyű megszervezni ezeknek a gyerekeknek az utazatását. Imrő László kapusedzővel dolgozunk, ugye minden korosztálynak kell egy kapusedzés, mert az külön egyéni képzésnek számít. És emellett mi a családi vállalkozás, ugye ott van édesapám, aki a minden háttérmunkáért szinte ő felel, hogy minden rendben legyen. Teszem itt az anyagi dolgokat, illetve a pályáknak a karbantartását is. Ennyi fért a mai Sportszeletbe. Köszönöm a figyelmüket. Találkozunk egy hét múlva, viszontlátásra.